Dániel András, és most elmondom, hogyan lifteztem. Az úgy történt, hogy 5 évesen liftkezelőnek álltam. Mindent köszönök, mondtam Hédi nénének a csendes pihenő előtt. Örökké emlékezni fogok az itt töltött boldog napokra. Útra kelek, mert úgy érzem, megtanultam mindent, ami megtanulható volt a vendégszerető óvoda falai között. Most új kalandokkal vár a nagyvilág. Kérem, ne szomorkodjon, biztos vagyok benne, hogy még hallanak felőlem. Azzal hónom alá kaptam a kispárnámat, és, mielőtt Hédi néni egy szót is szólhatott volna, kisétáltam a Fondorka Emília utcai óvoda kapuján. Nem kedveltem a túl érzelmes jeleneteket. A párnám sarkára hímezve velem jött a jelem. Egy zöld bab. Bizton hittem, hogy én vagyok a világ egyetlen óvodása, akinek zöld baba jele. Kétlem, hogy tévedtem volna. Ez a tény kellő magabiztossággal vértezett fel a jövőre nézve. Én és a zöld bab. Legyőzhetetlen páros vagyunk. Utam az első teivóig vezetett. Úgy éreztem, egy málnaturmix megfelelően felvértezne a rám váró megpróbáltatásokra. Málnaturmix, mondtam a boltba lépve. Már óvodásként sem voltam a felesleges szavak híve. 10 forint, válaszolta a teivós, hasonló képszűkszavúan. Nincs egy fityingem se, sóhajtottam szomorúan. Nincs semmim, csak ez a párna. Ez pedig nem eladó. Párnáért amúgy sem adunk turmixot, közölte a teivós. Szerez pénzt, aztán gyere vissza. Világkörüli úton vagyok, tehát egyedül kell megállnom a lábamon, gondoltam kilépve a boltból. Vagyis dolgoznom kell. A munkáért pénzt adnak, pénzért pedig turmixot. Milyen a világ? Talán a szüleimtől hallottam ezt, vagy még valószínűbb, hogy a tévében beszéltek róla valamikor. Azóta inkább jobbnak láttam leszokni a tévézésről. Olvasni még nem tudtam, így hát nem kellett álláshirdetések böngészésére pazarolnom a drága időt. Biztosabbnak tűnt a fülemre hagyatkozni. Elballagtam a játszótérre, és figyeltem, miről csicseregnek a madarak, mit susog a szél, mit recsegnek egymásnak a mászókák körül gunnyasztó öreg fák. Ha megfelelő helyen tájékozódsz, előbb-utóbb biztosan megkapod a szükséges választ. Liftes fiú felvétel van a Le Patent Hotelben, vetette oda fokhelyről egy öreg szarka, aki éppen az én padom körül kutatott a napi betevője után. Úgy mondta, mintha csak magában dünnyögne, de rögtön tudtam, hogy ez a nekem szóló nagy üzenet. A mi öreg házunkban egy lovakkorból itt maradt nyikorgó faláda közlekedett lívgyanánt, de azzal is pompás volt lefelzötyögni az emeletek között. Hát még amikor toronyházi nagybátyámékat látogattuk meg, ahol egy csodás, csupa fém, csupa üveg kasznis uhant velünk a 10. Ezért a suhanásért évente 2 még a toronyházi gyerekeket is hajlandó voltam elviselni. Nem sokat teketóriáztam hát, kisvártatva ott álltam a Le Patent Hotel igazgatója előtt. Hány éves vagy? Kérdezte valahonnan asztal a túloldaláról az igazgató. 5, válaszoltam, és határozott mozdulattal az orra elé tartottam a kispárnámat. És zöld baba jelem? Ez már igen, csettintett az igazgató. Megfelelsz az összes feltételünknek. Kapsz egy liftes fiú egyenruhát, egy liftkulcsot, aztán rögtön munkába is állhatsz. Ez lesz a próbanapod. Itt a kezem, nem disznóláb, mondtam, mert úgy éreztem, ez tökéletesen illik a megállapodás komolyságához.